mire mondaná azt, hogy ez egy remek eredmény? Természetesen bármire, ami közel lesz a 10%-hoz, de tekintettel arra, hogy az utolsó egy hónapban néhány sajtó felelőtlenül megváltoztatott néhány információt, és negatívan tájékoztatott arról, ami nem volt igaz, tehát mondjuk úgy, hogy hazudott. Nem hiszem, hogy a két számjegyű eredményt elérjük, de azt várjuk, hogy közel a két számjegyűhez, tehát jó volna 9 körül, majd meglátjuk. Melyik médiumok voltak ezek? Elsősorban a Gyennyiken. Utána, amikor már harmadszor léptünk közbe, akkor lehozták az egész feljátszást, amiből kiderül, hogy amit ők állítottak, az nem igaz. De ennek ellenére természetesen a jobboldali pártok egy része nem vette észre, hogy a versenytárs az a másik oldalon is úgy hívják, hogy Smer, nem pedig mi. Tehát azt az első verziót használták ellenünk, ez biztos, hogy elvitt tőlünk Pozsonba 100% szavazatokat. Listázzák, hogy inkább a magyar, vagy inkább a szlovákok szavazatait várják? Nekünk a magyar szavazatok a körülbelül a 70-75%-át teszik ki a szavazótáborunknak, tehát természetes, hogy a magyar szavazatokat is várjuk, és amellett várunk még plusz szlovák szavazatokat is, majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül begyűjteni azokat, amelyek eddig nem voltak jelen, tehát mit tudom én, Zsiarnatronon, vagy pedig a roma közösségnél, ahol elég aktívan az elmúlt időszakban 350-300 sikeres projektet hajtottunk létre, majd meglátjuk, de onnan is várunk szavazatokat. De még egyszer mondom, hogy a választóink többsége az magyar. Nagyon régóta jelen van a politikában. Ez a hányadik eredményvárója? Számolja még? Nem tudom megmondani, mert azért minden megyei európarlamenti és önkormányzati választásokon szintén az ember egy kicsit izgul, tehát nem tudom megmondani egy hányadik, de 25 év alatt az már nagyon sok. És így az emlékeiben hogy szerepel? Megvan az, hogy mikor volt a legboldogabb, mikor csalódott a legjobban, melyik volt a legnagyobb meglepetés, mi volt, amire nem számított? Hát talán a legnagyobb meglepetés akkor volt, amikor ugye 2009-ben megalakult a Híd, és 2010-ben 8,12%-kal rögtön bejutottunk a parlamentbe, és rögtön a kormányba. Tehát az egy óriási eufória volt, és azt kell, hogy mondjam, pozitívan értékeltük. Nagyon negatív volt a 2012-es kampány, az úgynevezett gorilla, hogy minden egyes pártnak ártott, most függetlenül attól, hogy voltak olyan pártok, akik megérdemelték, voltak, akik nem, de ott mondjuk az egy nagyon kemény eredményváró volt, mert nem tudtuk, hogy ez mennyire fog ártani többek között nekünk, hiszen ellenünk ezzel kampányoltak. Foglalkozott a kritikákkal? A magyar pártnak a hozzászólásaival? Nem, megmondom őszintén, nincs értelme mi a kampányban, csak magunkkal foglalkozunk, csak azzal, hogyan tudjuk az embereknek elmondani, hogy 2 éve megvan a programunk, a programban 400 konkrét elképzelés a hozzávezető utakkal le van írva, tehát mi azt mondtuk el, hogy mi hogyan oldanánk meg a problémát, nem pedig az, hogy esetleg a másik pár mit csinál, vagy mit nem csinál, az az ő dolgok, ki mivel kampányol, saját maga dönti el. Mit gondol, hogyha 50 év múlva elővesztük a történelemkönyveket, akkor Bugár Béla hogy fog benne szerepelni? Hát ez nem az én dolgom eldönteni. Ezt majd eldöntik azok, akik majd a történelemkönyveket fogják írni. Nekem egyetlen dolog fontos, az, hogy itt bent a lelkiismeretem tiszta maradjon, a többi nem igen érdekel. Na de ön milyen szlogán szeretne a neve mellé, 50 év múlva? Nem gondolkozom ezen. Nekem ez nem fontos. Nekem az a fontos, hogy egyszer majd ott fönn megkérdezik, hogy megtetted-e azt, amit tehettél, akkor el tudjam mondani, hogy igyekeztem. Még egy utolsó, erre rá kell az árulózásra. Az hogy esik egy politikusnak, hogyha a népének egy része árulónak illeti? Hát azt kell, hogy mondjam, nem a népem egy része, hanem egy politikai ellenfél, akinek más programja nincs, mint az árulózás. Az elmúlt időszakban nagyon keményen most már a bevándorlással való és a migránsokkal való érzgetés volt a programja. Most már nem számít. Akkor számított, amikor a lányom orról eldugták például a Magyarországon kinyomtatott hologramot, aminek az egyik pillanatban ugye gorillát mutatott, és ha megmozdították, a másik pillanatban a Bugár Bélát, az számított, és akkor elkapom azt az illetőt, aki kinyomatta. Garantálom, hogy vagy ő kerül kórházba, és akkor én ülök, vagy pedig csak megmagyarázom neki, de valószínűleg megpofosztam volna. Mert a családomat fegyverrel a kézbe, bármikor védeni fogom.
Tudja, ki volt az? Ha tudnám, akkor valószínű, hogy az illetőnek problémája volna. Azt tudom, hogy az MKP keze benne volt, de ez az ő dolguk. Azt már én mondjuk úgy, hogy elfelejtettem. Most sokkal keményebb dolgokat próbáltak ellenem előszedni, nem érdekel. Én azt mondom, hogy a választók a gyűlöletkampányt el fogják utasítani. Hogy fog ünnepelni? Itt fogom várni az eredményt. Speciális ital, szivar. Mondjuk az nem fontos, én az a fontos, hogy jó eredményt érjünk el, és akkor esetleg még táncolunk is, de azt még nem tudom megmondani. Milyen dalra? Nem mindegy az. Mulatos vagy pop? Nem mindegy az. Nekem mindegy.